Jelentősen változtak a pálinka főzésre, hivatalos nevén a gyümölcspárlat készítésére vonatkozó szabályok az idén. Az Orbán kormány 2010-ben vezette be a házi pálinka adómentességét, mely szerint évente 50 liter párlatot, vagyis 86 liter 50 fokos pálinkát lehetett adómentesen főzni. Az Európai Bíróság szerint azonban ez uniós jogot sért, a kormány ezért 2015-től változtatott a szabályozáson. A szigorítás a magánfőzőket és a bérfőzdéket is érinti, akik forgalmuk visszaesésére számítanak. A szadai pálinkafőzde társtulajdonosa Farkas Károly szerint a 4 éve bevezetett liberalizáció minőségjavulást is eredményezett. Hát először nagyon jó érintett 3-4 év ezelőtt, mikor az adó el lett törölve. Nem csak minket, ugye a kedves főzetőket is, kicsit meg is ugrott a főznivalónk. Úgyhogy annak idején, akik odahaza főztek, azok is jöttek ide hozzánk, tudik, nem érte meg nekik otthon avval foglalkozni. Most, hogy az adó rámegy, hát így is jönnek, mert legalábbis úgy nem jeleztek még vissza, hogy kimaradnak, elmaradnak. Esetleg annyi, hogy akinek volt egy üstrevaló, ne vagy netán fél, egész üstrevaló, az felét hozza ide. Tudnék, anyagiakban úgy állnak az emberek, hogy már kicsit húzós nekik ez a adó, meg a főzési díj. Tehát egy összegben, amikor 50-60 ezeret ki kell nekik fizetni, az épp elég húzós, és ez kicsit visszadobja a termelésünket. A nagymúltra visszatekintő szadai pálinkafőzde fatüzelésű, és hagyományosan kétüstös lepárlással állítja elő a pálinkát. Édesapám a Vécsei bárónál volt, mint mindenes, és akkor a Vécsei úr annak idején hozta létre ezt a pálinkafőzdét, és édesapám ott berakta itt szeszfőzde dolgozónak. És ahogy jött a rendszerváltás, különböző időszaki váltások, úgy alakult át itt a főzde is, tehát az uraságból átmenve tanácsi dolgozónak és önkormányzati dolgozónak. És amikor édesapám nyugdíjba ment, azután jöttünk mi, Jancsi bátyám, az hát 4 évig volt itt, hát sajnos ő meghalt, és utána jöttem én ide, utána jött a testvére, most már őnek a fia is itt van, tehát most jelen pillanatban 3-an visszük ezt a pálinka főzdét. A pálinka főzésnek a folyamata miben változott az év tizedek folyamán? Hát a hagyomány az megmaradt továbbra is, ugyanúgy egy dupla forró üsttel dolgozunk, nagy üsttel, ott egy nagyolás történik, onnan, amikor azzal lemegy, a párral megszakításnak hívott végénél átpumpáljuk a finomítőst be, tehát két üstös megoldás van, és a finomítőstünk az már nem dupla falu, hanem szimpla falu, szimpla lézűsből van készítve, és ott a második párlás megy, az a finomítás. A Kartalik Vártéos Pálinkaház fiatal vállalkozásként tavaly nyár végén kezdte meg működését. Amikor liberalizálták a pálinkafőzést, akkor mi is megpróbálkoztunk az itthoni főzéssel. És hát olyan igény jelentkezett a szomszédok, ismerősök, barátok, hogy esetleg kifőznénk-e, stb. Olyan visszajelzéseket kaptunk, ami alapján az a gondolat fogant meg a fejünkbe, hogy érdemes volna létrehozni egy bérfőzdét. És így jutottunk el addig a gondolatig, hogy létrehozzuk, majd 2014. január 1-től elkezdődött a kivitelezési munkák, és a végcél pedig augusztus 6-án volt, mikor megnyitottunk. Augusztus 6-ától, a nyitás napjától, gyakorlatilag december 31-ig igen sok munkánk volt. Úgy tűnt, hogy nagyon jó beruházást csináltunk. Azonban a következő évre, már 2014 végén tudtuk, hogy visszahozzák az adóterhet a bérfőzött alkoholtermékre, és hát a most 2015-ben már sokkal kevesebb munkánk van. Tehát az első szakasz az nagyon jól indult, most egy kicsit befékeződött a dolog. A Kvártélyos Pálinkaházban egyfázisú, úgynevezett tornyos lepárló berendezés működik. Magyarországon nem olyan régi technológia, tehát nem olyan régóta használják ezt a technológiát, különösen így kis ipari jelleggel. Jóval egyszerűbb és jóval gyorsabb technológia, mint a régi hagyományos kétszeri lepárlásos rendszer. Ez egy lepárlási fázisban, ami csak gyakorlatilag tűnik egy lepárlásnak, de egy lepárlási fázisban pálinkát állít elő közvetlenül. A készüléken, illetve az üstnek a tetején látható ez az erősítő feltét, amelyben megtörténik a lepárlás folyamata. Tányéronként egyre finomodik a pálinka, illetve az alkoholban
gazdag párák egyre finomodnak, és végül is a készülék tetején már a kész pálinka jön ki. Mi a tapasztalata, melyik gyümölcsből hoznak itt kartallon a legtöbbet, illetve csak kartallról főzetnek önnel? Szerencsére nem. A környékből elég sok helyről ide találtak. Sok helyről hozzák a gyümölcsöt. A gyümölcsök között vezető szerepet a szilva tölti be, aztán nagyon sok barackot főztünk, illetve cseresznyét, medgyet, és legvégén, évvége felé pedig igen sok törkölyt, illetve szőlőt. A főzési díj árszerűleg mennyiben változott? A főzési díj a tavalyi esztendőre 1 liter 50 fokos pálinkára kivetítve 850 forint per liter volt. Ez idén se változik meg, ugye ehhez jön még hozzá a 835 forintos literenkénti adóteher. Tehát így gyakorlatilag a duplájára nőtt a főzési díj. A kartali bérfőzdében is abban reménykednek, hogy a forgalom visszaesése csak átmeneti lesz. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy maga a munkálatoknak a mennyisége az igencsak megcsappan, tehát érezhetően visszavették a főznivalókat, tartogatják, hogy esetleg változik-e. Esetenként azt is mondták, hogy inkább kiönti a meglévő cefréjét, mint hogy kifőzesse. Mi maga a főzési díjat egyelőre nem próbáljuk megváltoztatni, hanem kivárunk, aztán meglátjuk, hogy mi fog történni a közeljövőben. Illetve hát azért azt kell figyelemmel követni, hogy a bérfőzdéket mindenképpen állandó ellenőrzés kontroll alatt tartja a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, az ANTS, illetve egyéb ilyen, tehát mindenki regisztrációs számmal rendelkezik. Az azt jelenti, hogy mivel a pálinka azért mégiscsak élelmiszerként szerepel, az élelmiszer előállításba mindenféle szempontból megfelelnek a főzdék. Na most otthon ezt az ukfőzdékbe megfelelő szakértelem hiány kötve hiszem, hogy mindenhol ezt prezentálni tudják. Január 1-től a magánfőzőkre vonatkozó szabályok is megváltoztak. Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztilláló berendezéssel rendelkezik. A jogszabályi változások további részleteiről a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal adóügyi csoportjának vezetőjét kérdeztük. Január 1-től változott a jövedékadóról szóló törvény, aminek az a lényege, hogy a magánfőzést újra szabályozták, megszűnt a magánfőzés adómentessége, most már adókötelessé vált, és a magánfőzésnek a fogalmát is, magánfőző fogalmát is újra szabályozták. Nem az a személy, aki eddig magánfőző volt, hogy bárki lehet magánfőző, most már csak az minősül magánfőzőnek, akinek van saját berendezése, saját gyümölcsből, és saját tészállítja elő a pálinkát, most közszóval pálinkát, de igazából ezt pálatnak nevezzük. Ez az adókötelesség milyen mértékre terjed ki? Ez egy viszonylag kis adómértéket jelent, éve szinte 1000 forintot jelent az érintett magánszemélyek részére. Ez nem havonta, nem literenként értendő, ez egy általányadó minősül, 1000 forint per évet kell fizetnie majd az adózónak, a magánfőző magánszemélynek. Ez az adóbevétel az önkormányzatnál marad? Igen, itt fog nálunk maradni, de ezzel szemben ugye nagyon sok munkánk is keletkezett. 1000 forint és éves adót fizetnek az adózó éves szinten. Ugyanakkor ezzel a munkánk pedig az, hogy kell bejelentésnyomtatványt gyártatni, közzétenni az adózókat, tájékoztatni, ezeket az ügyfelektől átvenni, rögzíteni, más hatóság feljelenteni, éves szinten, havi szinten, bevallási nyomtatványt gyártatni, megfizettetni az adót. Ha nem fizetik meg, akkor ezt az adót be is szedni, az 1000 forintos éves adót beszedni, és rögzíteni, bankot feldolgozni, csekket gyártatni, tehát tulajdonképpen az 1000 forintos adómérték az el is használódik az adott munkára és az adott nyomtatvány és egyéb költségekre. Mi ennek most a hivatalos eljárási menete? Az első lépésként be kell jelenteni a magánfőzőnek azt, hogy rendelkezik ilyen desztilláló berendezéssel. Aki a berendezést korábban szerezte be, tehát december 31 előtt, annak már be kell jelenteni a január 15-ig a berendezés tulajdonjogát ide az önkormányzati adóhatósághoz, és aki ezután szerez be berendezést, annak pedig a 15 napon belül kell bejelenteni szintén az adóhatóságához ennek a berendezésnek a tulajdonjogáról a bejelentését. Ebben az évben még nem kell adót fizetni, a tavalyi évben főzött pálatok még adómentessége fennmarad. Jövő januárban kell majd első ízben bevallást adni a magánfőzésben előadott pálatfőzésről, és akkor kell megfizetnie szintén az 1000 forint átanyadó összegét a megadott számlaszámra a saját adóhatóságához.
Magánfőzés keretében továbbra is évente 50 liter 86 térfogat százalékos, vagy 86 liter 50 térfogat százalékos párlat állítható elő. Abban az esetben, hogyha kedvező időjárás van a gyümölcsre, és 50 liternél többet sikerül előállítani a főzés során, akkor mi a teendője a tulajdonosnak? Hogy jelentse a vámhatóság fele, megadó egy nyomtatványon, ez az APEC honlapján már közé van téve, és 3 nappal korábban meg, hogy jelentse, és ezt meg kell semmisíteni a vámhatóság engedélyével vagy közreműködésével. Ez egy nagyon fontos szabály, több pálinka 50 liternél magáncélra nem használható fel, nem fogyasztható. A magánfőzés beletott párlat csak saját célra, család célra és vendégek részére használható fel, nem értékesíthető. Tehát ez a lényeg a magánfőzésnek, hogy csak saját gyümölcsből, saját berendezésre és saját felhasználásra állítható elő. Ha valaki mégis el akarná ezt adni, magánúton ezt nem teheti meg, csak a kijelölt adóraktár részére értékesítheti, viszont lényeges dolog az, hogy majd igazolnia kell ennek a berendezésnek a tulajdonjogát, a pállat keletkezésének a jogi hátterét, tehát hogy ténylegesen magánfőzés belállította ezt a terméket elő, és azt is, hogy megfizette az 1000 forintos általányadót az adóhatósága fele, és erről igazolást kell magával vinnie, és ezt pedig az adóhatóság állítja ki a helyi önkormányzatnál. A törvény szerint 200 ezer forintig terjedő bírság szabható ki arra a természetes személyre, aki az előírt kötelezettségeket megszegi, illetve a bejelentését elmulasztja megtenni. Ha érkezik egy bejelentés, mi a teendője a helyi adóhatóságnak? Megvizsgáljuk, hogy az adózó tette bejelentést a pálinka főző berendezéséről, ha nem, akkor a helyszínen előrizhetjük ennek a ténynek a létét, és ami nagyon lényeges szabály, hogy nekünk is van jelentési kötelezettségünk az állami adóhatóság fele a berendezések tulajdonjogáról, és majd jövőre a bevallott és főzött pálinka mennyiségéről és a megfizetett adóról. Előfordulhat olyan, hogy valaki egy pálinkafőző berendezésnek nem egy tulajdonosa van, hanem több tulajdonosa van, akkor a magánszemélyek eldöntik, hogy melyik jelenti be a saját önkormányzati adóhatósága az ezt a pálinkafőző berendezést, melyik vallja be, és majd mi jelentjük tovább a érintett adóhatóságok részre, tehát nem kell több felbejelentéseket tenni. Lényeg az, hogy ők döntsék el, hogy melyik adóhatóság feljelentik a kötelezettségüket. Részletesebb információval, az adókötelezettséggel kapcsolatos további felvilágosítással a lakóhely szerinti önkormányzat adóhatóságának munkatársai szolgálnak.